A kastélyban grófi család, a kastély körüli kisebb házakban árva, sérült és speciális igényű gyermekek. Jelenleg ők laknak a Fóti Gyermekközpont területén. De hogy meddig, azt 2017 óta találgatják az itt dolgozók. Akkor jelentette be a kormány, hogy bezárják a központot. A kormány a befogadó szemlélet érvényesítése érdekében úgy döntött, hogy 2018 közepétől a gyermekváros befejezi a gyermekvédelmi szolgáltatásokat. Indoklásuk szerint 2019-re meg akarták szüntetni a tömegszerű gyermekvédelmi gondoskodást, és a gyerekeket kisebb otthonokba akarták áthelyezni. Több tüntetés és demonstráció után legutóbb az otthon egyik lakója hívta fel a figyelmet a bizonytalan helyzetükre. Kiszudál most azokat a kerekeket, amik eddig vitték a gyerekeket. Miután a Fóti gyermekotthonról repett Kis Lőrinc Dávid, vizsgálat indult ellene, majd megtiltották, hogy a tanulás mellett dolgozhasson. Az indoklás szerint az ő érdekében, hogy sikeresen tovább tanulhasson és részt vegyen az utógondozáson. Ez utóbbi miatt aggódik az egyik ismerőse. Hallottam, hogy utógondozásban lesz, mert nagyon jól teljesített. Reméljük ezen fog veszélybe kerülni. Hogy így lesz-e, azt hiába kérdeztük az intézménytől, de nem csak Dávid, hanem a gyermekközpont további sorsát sem lehet tudni Szél Bernadett szerint. A független képviselő úgy véli, bár a bezárásról most nem beszél a kormány, a gyerekek számát folyamatosan csökkentik. A speciális igényű csoportban például 2 éve még 32 gyerek volt, most 8. Sőt, arról is kaptam fülest, hogy letiltották azt központilag, hogy Fótra gyermeket küldjenek, és a való élet ezt nekem visszaigazolta, mert hogy nem jöttek Fótra új gyermekek, csak elvitték onnan a gyermek. Kerestük a fenntartó minisztériumot, hogy megtudjuk, mi lesz az intézmény sorsa. Annyit írtak, idézem, Fóton a Károly István gyermekközpontban folyamatosan biztosítottuk eddig is, és biztosítjuk ezután is az ellátást az ott élő gyerekeknek.